Sziasztok, ha itt vagytok, Kovács Eszter vagyok Veszprémből. Ez az én YouTube csatornám, ez pedig egy festett hajra való hajápolásos videó, ami azt jelenti, hogy ha festett a hajad, akkor milyen hajápoló termékeket tudok én neked ajánlani, mi az, ami biztos, hogy be fog válni, meg hogy azt hogyan kéne használni. Egyébként vannak ilyen termékfelhordásos videóim, tehát amiben balzsamot, pakolást, erről beszélek, hogy hogyan kell használni, vagy hajhabot, fixálókat, ilyesmiket hogyan kell feljuttatni a hajadra, úgyhogy ha valami nem oké, akkor nézd meg ezeket a videókat. A mennyiségek az ugye mindig kérdés, a mennyiséget nagyon nehéz megmondani, mert ez tökre hajtól függ. Van olyan haj, ami rövid, de több anyag kell rá, mint egy hosszúra, szóval ezt kicsit úgy ki kell kísérletezni. Egy dolgot, mint ökölszabály el tudok mondani, hogy mindig professzionális termékekből mindig kevesebb kell, mint gondolnád, és mindig úgy csináld, hogy inkább többször kevesebbet, mint egyszer sokat. Tehát például kinyomsz a samponból valamennyit, és úgy érzed, hogy ez kevés, akkor nyomjál utána megint, és tegyél rá még egy adagot. Ne azt csináld, hogy egyszerre esetleg sokat, mert már a hajmosás sem lesz jó. És a haj a fixálásnak meg nagyon fontos része az, hogy a hajmosás is jól sikerüljön, mert hogyha valahol zsíros maradt, vagy nem tisztítottad meg eléggé a hajadat, akkor hiába próbálod formázni bizonyos részeken, mivel nem volt elég tiszta, nem fogod tudni rendesen megcsinálni. Hirtelen azt hiszed jó, de nem lesz tartós. Úgyhogy igazából a fejétől bűzlik a haj, tehát a hajmosástól kell elkezdeni az egész hajápolást és fixálás gondolkodást. Na, festett haj. A festett hajból több részre lehetne ezt osztani, de igazából annyira nem akarom különvenni, mert ha nincsen különösebb problémád a festett hajaddal, akkor amit most mondani fogok, az mind jó lesz. Hogyha problémád van, akkor arról meg van külön videóm, akkor megnézd meg azt. Tegyük fel, be van festve a hajad egy valamilyen színre. Mondjuk, nem is mondok, tök mindegy, valamilyen színre. Festett hajra való sampont használjál hozzá, hát eddig nem mondtam túl sok dolgot. Festett hajra való sampont, mégpedig olyan cégnek a termékét, amivel a hajfestésed készült. Ha Vellával van festve, Vellát. Ha L'Oréallal, L'Oréalt. Hogyha Schwarzkopf, az. Ha hozzám jársz és Matrixal van festve, akkor a Matrixat. Matrixnak is kétféle termékcsaládja van. Az egyik, most annyira nem vagyok képbe az árakkal, főleg, hogy nemrég felmentek, de régebben az egyik olcsóbb volt, a másik egy kicsivel drágább, én a drágábbat használtam mindig is, mert az volt nekem a jobb, a Total Results termékcsalád volt az egyik, és a Biolázs a másik. Meg a Biolázsnak az összetevőit én jobban szeretem, meg jobban bevált nekem, de a Total Results-ból is tök jó dolgok vannak. Tehát nem azt mondom, hogy az rossz egyáltalán, hanem hogy az én szívemhez a Biolázs közelebb áll. Ami termékeket mondok, meg ha esetleg valamit nem mondok, de majd amikor feltöltöm a videót, közben eszembe jut, minden terméknek a listája, vagy a linkjét beteszem a videó alatti leírásba. Jó, lesz ott egy lista, és akkor rá tudsz kattintani, hogy miről beszélek. Samponból akkor festett hajra való sampont kell használni, hogyha élénk a hajszíned, tehát mondjuk lilára van festve, kékre, zöldre, nagyon vörösre, mi van még ilyen, ami pink, tehát ilyen extrém színekre, vagy mondom ilyen nagyon-nagyon vörösre, akkor nagyon jó, hogyha a Keep Me Vividet használod. A Keep Me Vivid az pont erre való, hogy az ilyen könnyen fakuló színeket minél tovább ne fakuljanak. Keep Me Vividnek nagyon jó a balzsamja is, nagyon jó a samponja is, úgyhogy azt nagyon-nagyon ajánlom, azok tök jók, de nem lősz mellé akkor se, hogyha a sima festett hajra valóval fogod mosni, meg balzsamozni. És van ezekből ugye pakolás is, hogyha szüksége van a hajadnak pakolásra. Aztán hajban maradó ápoló, az attól függ ugye, hogy milyen a hajad, hogyha mondjuk hosszú, vagy növeszted, vagy mit tudom én, nemrég még szőkítve volt, tegyük fel, akkor ez az Instacure nagyon jó, ez egy hajban maradó ápoló, nem kell leöblíteni.
Egyébként a Biolázs örök kedvencem, ami szintén nagyon jó, illetve ez a 20 az 1-ben, ami szintén tökéletes, nagyon jó. Az illata meg fantasztikus. Hővédő. Hővédő. Én a Matrixból nem használok hővédőt, hanem majd mindjárt megmondom, mit használok helyette. Ha csak mondjuk megszárítom hajszárítóval, vagy csak átvasalom, akkor én ezt szoktam használni. Ez egy L'Oréal termék, a Mythic Oil termék családból a hővédőkrém. Hogyha pedig mondjuk egyenesre akarom kiszárítani, akkor ezt szoktam rátenni, ez a Megasleek spray, ebben van hővédő, tehát akkor külön nem kell nekem hővédőt használnom. Egyébként a hővédőt én mindig vizes hajra szoktam tenni, hiszen így már a hajszárítás a hajszárító hőjétől is véd, de ha mondjuk magától szárad meg a hajam, akkor hajvasalás előtt teszek rá hővédőt. De akkor mindig. És ugye ez kérdés, hogy mi a jó hővédő, tehát honnan tudjuk, igazából nem tudjuk, mert soha nem tudhatod, hogy milyen lett volna, ha egy másik hővédőt használsz, de hogy mondjam, valami mellett az embernek le kell tennie a voksát. Én nagyon megszerettem ezt a Mythic Oil-os krémes hővédőt, ezzel én egyeneset is tudok csinálni, göndöríteni is tudok vele. Tök jól bevált, tök jó az illata, nagyon jól eloszlatható. Nem egy horribilis összeg, azt hiszem 4000 valahány száz forintba kerül, nagyon-nagyon kiadós. Megmutatom, mennyi kell belőle, csak hogy tud. Erre 4004 van ráírva, de ez már elég régi amúgy. Én a hosszú hajamra, ami most nem látszik, hogy mennyire, de körülbelül ez olyan eddig ér nekem, ilyen lapockáig körülbelül ez a hajhosszabbítás. Erre én ennyit szoktam kenni. Tehát ez azért látod, hogy nem egy olyan hú, de nem tudom mekkora mennyiség. Samponból egyébként egy ilyen általános mennyiség, egy ilyen átlag mennyiség, az úgy tudom, hogy 15 milli, esetleg 10, hogyha rövid a haj. Vagy így tudtok nagyjából kalkulálni, bár ezt gondolom senki nem fogja otthon így kimilizgetni. De hogyha mondjuk így ki akarod számolni esetleg, hogy egy 300 milli sampon hány alkalomra elég, akkor valahogy így állj neki a számolásnak. Na, nyáron ezzel most mit csinálják? Nyáron UV-szűrős hajban maradó ápolót szoktam ajánlani, festett hajakra mindenképp. Festett hajra kötelező. A Biolázsnak nincsen idén sajnos, meg tavaly se volt már, de a Fremézinek van, és ezt meg is szerettem egyébként, ezt most rendeltem idén először, de nekem ez tökre bevár. Fremézinek van hozzá samponja is, meg balzsamja is, meg ez a hajban maradó ápoló, ezt ugye nem kell leöblíteni, vizes hajra kell rátenni. Azok helyett is lehet, amiket az előbb mutattam. Tehát mutattam ugye ezt a keratindózt, ezt a 20-1-bent, meg az Instacure-t, ami az előbb leesett. Ha nem ezeket, akkor nyáron használj egy ilyen UV-szűrőset. Nagyon jó. Kíváncsi vagyok, hogy ezt törölköző száraz hajra kell rákenni. Arra voltam kíváncsi, hogy száraz hajra lehet-e. És lehet, hogy ki is próbálom a sajátomon, hogy szárazra lehet-e, csak ezt lemosom a kezemről egy pillanat. Hát most ugrik a majom a vízbe. Ezt egyszer mondtam az egyik vendégemnek. Az volt a szitu, hogy befestettem a haját valami más színre, kitaláltuk, hogy valami más színt csinálunk, és kérdéses volt, hogy jó lesz-e. Tehát, hogy egyrészt jól befogja-e a haját, meg majd, hogy jól áll-e neki. És ez tényleg olyan bizonytalanak voltunk, olyan volt a kiinduló helyzet így mind a ketten, de ő is azt mondta meg én is, hogy jó van, vállaljuk be, max, ha nem jó, volt időm utána, akkor valamit csinálok vele, kijavítom, vagy nem tudom, vagy ha ő mondja, hogy nem jó, akkor is vissza tudom csinálni, vagy valamit tudok csinálni, szóval így volt is tétje a dolognak, meg nem is. Persze azért reméltem, hogy jó lesz, meg nem kell visszacsinálni, szóval na, ilyen kétséges volt lemosás előtt, hogy jó lesz-e, vagy nem. És akkor lejárt a hatóidő, és akkor mondom neki, hogy gyere, lemossuk. Mondom, hogy na, most ugrik a majom a vízbe. De nem tetszett neki a poén, vagy nem értett.
lettek. Na, szóval most kipróbálom, hogy lehet-e száraz hajra fújni, mert ugye tök jó lenne, hogyha strandolás közben be tudnád vele fújni a hajadat, és akkor is UV szűrné. Hát, szerintem ne. Szóval igen, van olyan dolog, amikor lehet kísérletezni azzal, hogy rá van írva, hogy így használd, meg úgy használd, és felülírod a rendszert, de ebben az esetben ne. Ezt mondjuk akkor, hogyha most én bemennék a Balatonba, és azonnal vizes lenne a hajam, akkor oké, okay, de így, fú, így azért én nem akarnék. Nem, ezt száraz hajra ne fújjátok. Ez csak vizesre. Vizesen viszont jó, mert egyébként van a hajamon most is, mert otthon is van egy ilyenem, és ezt fújtam rá. Jó, úgy ezt te is kötöm gyorsan. Ne is lássa senki se. Na, aztán miután megszállítottad a festett hajadat, akkor tehetsz rá ugye még hajban, vagy hajvégápolót. Hajvégápoló többféle lehet, általában ezek olajtartalmúak. Én ugye a moringa olajat és az indiai amla olajat használom itt, és szeretem nagyon, de van még ezen kívül más, és be fogom linkelni azokat is, és mindegyik ugyanolyan jó lesz, jó? Az, hogy valamire az van ráírva, hogy erősítő olaj, meg ilyen olaj, olyanokat fogok ide rakni, amik jók, jó? Tehát azt már nem kell megkérdőjelezni, azok jók lesznek. Ennyi. Lesz egy, mindjárt csinálok erről egy olyan videót, hogyha ilyen a hajad, de ilyen, ez a problémát, stb., akkor mit csinálj vele. Nézzétek meg azt is, sziasztok!